Szuper. Ez csak egy könyvborító. Blavatsky. Tehát a könyv főleg forráshivatkozásokat említ, és a forráshivatkozásokat összekötő szöveggel segít értelmezni. Nagy előnye ennek a könyvnek, hogy az ember kb. 4-5 évig kutathatja ezeket a forrásokat, amíg a megfelelő mondatokat megtalálja benne. Őri Szabó Feri ezt megtette helyettünk, vagyis a könyv legnagyobb részét Blavatsky és kortársa írták, illetve az újabb kutatók. Szabó Feri csak összerakta a puzzle játékot. Tudjuk, hogy a puzzle-t azt mindenki meg tudja venni, rengeteg könyvem van nekem is, de az, hogy hányat olvasok belőle, az egy dolog, meg az egy dolog, ez egy másik dolog, sőt egy harmadik, hogy mennyit értek meg belőle. Nekem is megvan az összes Blavatsky könyv, egybe, kettőbe még belolvastam, még hülye vagyok hozzá, megmondom őszintén. És erre párom néha gyakran emlékeztet is, hogy erre bizony-bizony még gyúrni kell. Szóval az első figyelmeztetés. Úgy olvassa valaki ezt a könyvet, hogy sajnos néha tükröt tart, és olyan dolgokra jövünk rá, hogy hű, erre miért nem jöttünk rá régebben, ezt már régebben olvastam máshogy, máshogy dönthettem volna, máshogy élhettem volna az életemet. Ez a könyv azért lesz jó elolvasni, mert egyrészt rájövünk, hogy mik a lehetőségeink, és hogyan lehetünk jobb emberek, illetve hogyan szolgálhatjuk azt a közös jót, amit az emberiség egy része épít célként ezen a Földön. Azért mondom, hogy csak egy része, mert ugyebár a másik része meg azért van, hogy rombol. Ugyebár van az a dualitás, vannak az építők, illetve a rombolók. Bízom benne, hogy a hallgatóság soraiban inkább az építők vannak jelen. A rombolók pedig azért vannak itt, hogy tudják, hogy hova rakhatsák a banánhéjakat az utunkon. De valójában több ezer éve, vagy több tízezer éve megy ez a játék, az építők és a rombolók közötti egyensúlyra való törökvés, és úgy érezzük, hogy egy kicsit kibillent, sőt nem kicsit, nagyon-nagyon kibillent a világ a rossz irányába. És ez a könyv, illetve ez az előadás, illetve a végén majd lesz néhány olyan sugallat, nem javaslat, mert én kicsi vagyok ahhoz, hogy javasoljak bárkit bárminek, vagy bármit bárkinek, amivel egy kicsit változtathatunk mi kis emberek ezen. Vagyis nincs, hogy kis ember, emberek vannak, önálló döntéseket meghozni képes emberek, akik bizony képesek a környezetükre, illetve a korukra hatni. Ilyen volt Blavatsky is. Hogyha valaki utánolvas az életútjának, ez egy fantasztikus nőszemély volt, Garibaldi oldalán súlyos sebesülést szerzett a polgárháborúban, lázadó volt, megszökött a férjétől, és az ő fő forrás munkája volt egy korábban egy 4 kötetes mű, amit a Magyar Teozófiai Társaság 8 pontosan 10 kötetben megjelentetett. Így már nem gerjed? Most már jobb, ugye? Jó, köszönöm szépen. Nagyon ajánlom a Magyar Teozófiai Társulatnál, az a megjelent PDF-be, illetve dokumentumformátumban is letölthető, illetve olvasható a könyv, de aki szereti olvasni, az megrendelheti tőlük levélben, illetve únyra elmehet a könyvtárukba, és ott megvásárolhatja. A fő forrásművei Blavatskynak főleg a védikus irodalmak voltak, indiai, szanszkrit nyelvű forrásokból merített. A bírálói pedig gyakran támadják azzal, hogy még a saját dolgait is belerakta, és kiegészítette. De ütősek ezek a könyvek, és valójában azt a nem túl könnyelmű kijelentést tettem, hogy Blavatsky óta valójában spirituális szinten senki nem új, vagy nem adott ki semmi újat Blavatsky óta. Tehát valamilyen úton, módon azokat a új hullámos spiritista dolgokat, amit újdonságként próbálnak meg tálalni előttünk Blavatsky az 1800-as évek végén már leírta. Valójában, valamilyen módon. Tehát, hogyha csúnyán szeretném ezt kifejezni, ez csak egy felbefögött, újra rágott, újremészett Blavatsky, ami manapság megy a világon. A teozófusoknak egy szent mondata ez, hogy nincs magasztosabb vallás az igazságnál, és amikor vallásalapítókról, illetve vallásról, meg szentségről beszélünk, akkor valójában minden egyes világvallás az igazságot, a békességet és a megbékélést és a keresi a szereteten keresztül, és érdekes módon, hogy ennek a nevében pedig gyilkoljuk egymást, különböző vallások képviselőjét. Tehát lehet, hogy csak nem én vélek ebben némi ellentmondást felfedezni. A második fő forrásmunka a Panchen lámának a hagyatékából két műből lett összeállítva, a 3 proféta könyve,
elnézést, mert ilyen hatalmas kijelző előtt még nem beszéltem, és valójában megrendelhető Varga László kiváló fordításában valójában a három proféta Buddha, Jézus, illetve Mohamed volt, és a tibeti, illetve a nepáli könyvtárakban még megvan ennek a három profétának az eredeti élettörténete, például, hogy Joshuának, vagyis Jézusnak ki voltak az eredeti szülei, milyen életútja volt, amikor eltűnt jó pár évre tanulni, akkor meg vagy milyen titkos tekercsekből tanult, mindenféle szent iratokból, és akkor utána már ismerjük Jézus történetét. Illetve ez a könyv, illetve a három proféta könyve arra is kitér, hogy hol hunyt el, hol van eltemetve Jézus. Elnézést kérek, hogyha valaki nagyon vallásos és azokat a dogmákat követi, amit természetesen hittanóra óta belevernek az emberek fejében. A Bibliára néha hivatkozom én is, de nem szeretek egy olyan műre hivatkozni biztos forrásként, aminek a 80%-át cenzurálták. Tehát az úgynevezett szentírásban is azért vannak bizonyos jelek, amit majd idézek, hogyha nekem kényelmes, és hogyha kényelmesek ezek az információk, pedig lebuktatja, már Bibliában benne maradt azért jó néhány olyan dolog, ami lebuktatja, hogy milyen dolgokat cenzurálhattak ki belőle, ami pedig benne van a többi szentíratban. A harmadik pedig Pál Zoltán féle Arvis úra gyűjteménye, ami több ezer oldalas az eredeti. Igazából valaki elfogadja eredeti hivatkozásnak, valaki pedig nem. Én szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, ugyanis az Arvis úrának vannak bizonyítottan jó találatai, de vannak bizonyosan ilyen révületben leírt dolgok, olyan, mint a mostani ástárkapitányos csatornázások szintjén kezelem őket egy kalap alatt. Elnézést kérek, én egy kicsit szkeptikus vagyok. Én azokat szeretem, amit ott vagyok, megtapasztalom, és enyém az élmény, és arról tudok csak hitelesen beszélni. Én ott sem voltam, amikor ezt írták, a Bibliában sem, de valójában ennek az eredetéről bizony-bizony vannak gyenge pontjai az Arvis úrának. Elnézést, hogy ilyen zagyván fejezem ki magamat, én nem szoktam rá hivatkozni, de természetesen mások megtehetik szíve joga, tehát nem kritizálom Szabó Ferit, de hogyha olyan dolgokat pedig talál benne, amit mozaikként tud használni, és beillesztető a saját elméletébe, akkor miért ne használhatná. A könyv utolsó fejezete pedig az izsáki féle egykori erdélyi UFO lehívásnak a története, illetve a kiegészítő magyarázatai, ugyanis jó néhány olyan dokumentum meg levelezés nem lett eddig még kiadva, ami az Izsák ügyhöz kapcsolódik, illetve van benne Maszek lehívási próbálkozás, akinek a végrehajtója ebben a teremben most éppen helyet foglal, de nem szeretném reflektorfénybe állítani, hogyha gondolja, akkor majd beszélhet róla néhány mondatot, hogy milyen élményeket is ír le a könyvben. De figyelmeztetem, hogyha mindent elárul, akkor nem biztos, hogy viszik a könyvet, szóval. Csak szólok. Az Izsák üggyel kapcsolatban volt egy kis videóbejátszásom, amit le is töröltem két nap múlva a YouTube-ról, vagyis a Facebookról, hogy mi szerint az izsáki bőröntből eltűnt néhány oldal, mert valójában azt egy több oldalnak dolgozó magyar nyelven beszélő hírszerzőnk eladta az Amerikai Egyesült Államok kémszolgálatának, és ezek alapján, az információk alapján, ugyanis Izsáki több ilyen térképet skiccelt le, hogy merre mozognak a földön kívüli csészealjak az erdélyi, meg a román területeken, és hogy azt állítottam abba, hogy valószínű, hogy ezek alapján találták meg a Bucsáshegyi leletegyüttest, nem valójában egy tévedtem ezzel kapcsolatban, ugyanis egy földrengés után nyílt ki a barlangbejárat, és úgy találták meg a románok, szóval elrész szíves elnézést kérek, de mindezek ellenére el lett adva az izsáki bőröntből jó néhány oldal az amerikai titkosszolgálatnak. Hát ez egy olyan dolog, hogyha bekerülnek a magyar ősiség és a történelemkutatóba olyan információs prostituáltak, én csak úgy hívom őket, hogy pénzért bárkinek bármit eladhatnak, akkor így járunk, a legértékesebb oldalak gonosz kézben kerülnek. És nem biztos, hogy gonosz, inkább ellentábor. Ők végzik az ő dolgukat, mi meg a mi dolgunkat. Ennyi. Tehát állítólag így van egyensúly az univerzumban, és a nagy spiritiszták szerint ez csak egy kis kalandjáték, szóval élvezzük ki minden pillanatát. Nem tudom minden pillanatát kiélvezni, mert elég mocskos módszereik vannak a srácoknak. Amihez viszont
geológusként értek, meg a földrajzosként, hogy most pedig olyan bemutatót fogok tartani, hogy ahogy Laci is említette, volt az emberi civilizációnak egy felemelkedése, és csak és kizárólag olyan területen élhettek túl ezek a civilizációk, ahol a jégkorszak jege nem radírozta le a föld felszínről ezeket az emlékeket, illetve globálisan, klimatológiailag lehetőség volt civilizációt, városokat, kultúrákat építeni a Földön. A történelemben az a nagy-nagy probléma, hogy van mondjuk 100% leletegyüttes, meg van egy 100%-os idővonalunk. És a történelem idővonalánk az utolsó 5%-ában, tehát az utolsó néhány ezer évben a történelmi régészeti emlékek meg a leletek 95%-a fedi le ezt az utolsó 5%-ot. És az emberiség történelminek a 95%-ának az idővonalába pedig a leletek 5%-a szól csak. Szóval nagyon-nagyon ritka. Ez a 95-5-ös fordított arányosság sajnos igaz a régészetre, ahogy Göbekli Tepének a 10%-át is épp hogy csak kapargatjuk, és Laci nagy naívan azt mondta, hogy szeretné megélni azokat az eredményeket, hogy mik lesznek, hát még várhat vagy 200 évig. Tehát ezeket szépen lassan dolgozzák ki, de mai napig is vannak, meg mai nap is dolgoznak rajta emberek, nem csak a gonosz szabadkövesek, akik eltitkolják ezeket, hanem igenis a régészek Magyarországon is vannak kiváló régészek, akik azért dolgoznak, hogy bizony kiderítsék az igazságot, és néha súgnak egy-két jó információt. Ez egy klímadiagram, hogy a Föld átlaghőmérséklete mennyire ingadozott az elmúlt jó pár 400 000 évben, és látjuk most egyik is felmelegedési szakasz van, tehát az, hogyha valaki úgy hiszi, hogy 10 000 évekre kényelmesen letelepedhet valahova egy civilizáció, az téved. Bizonyos az utolsó jégkorszak utáni leleteket ismerjük csak nagy részben, illetve ki fogok rá térni, hogy a Kárpát-medencében a jégkorszak alatt is milyen szintű, illetve kultúrájú civilizáció élt. Láthatjuk ezen a sematikus térképen, hogy a Kárpát-medence területén erdész cseppék voltak, tehát nem volt jégtakaró, nem voltak pusztafüves puszták, tehát viszonylag jó volt a klíma, és alkalmas vadászó, gyűjtögető, meg letelepedő csapatoknak is, meg földművelésre is alkalmas volt. Északabbra terület, a lengyel területeken már bizony barátságtalanabb volt. Nézzük meg, hogy mik történtek. Kronológiailag, bocsánat, megpróbálok nem hanyatt esni. Ugyebár a legidősebb leletegyüttesünk Vértesszőlős, Komárom-Esztergom megyében. Én nem használom a vármegye szót, mert ezzel is szeretném erősíteni azt, hogy mi döntjük el, hogy mi lesz ennek az országnak a sorsa, meg az elnevezése, nem néhány maroknyi idiótaként követni egy-egy elborult elmének a változtatásait. Tehát Komárom-Esztergom megyéből a vétesszőlősi ősember 350 000 éves, a tatai 32 000 éves leletet egyrészt azért említem, mert minden reggel akár rálátok a lelőhelyre, ugyanis egy Porhanyó bánya nevű területen, édesvízi mészkőben egy numulites, egy ilyen kis korong alakú egysejtű állatra egy X-et véstek az ősemberek, és úgy helyezték el a tárgyaik között. Sokan azt mondták, hogy igen, ez a napkereszt vallás legősibb bizonyítéka, ne legyünk mennyire elborultak. Valaki csak rákalcolt egy X-et, egy kis kerek lapos ősmaradványra, semmi több. Valamivel fiatalabb az első rovásnak is nevezhető valami lándzsavég, kalcolva 15 000 éves, megint csak Komárom-Esztergom megyéből, a Dunapartról, Bajót községből, a Jankovics barlangból származik. És már közismert, hogy utána tordosi leletegyüttes körülbelül 6-7 000 éves, illetve a tatár lakai időszámításunk előtt 5500 éves, amihol már egyenes ági kapcsolat lelhető fel tatár laka, ez már nem Magyarország, hanem Kárpát-medence, tudjuk valamikor Magyarország területe volt, ahol bizony-bizony a tatárlaki leletek már megegyeznek a sumér vonalas írással. Nem a sumér ékírással, ugyanis az akkádok írtak ékírással, a sumérok az akkádok előtt vonalas írással jelentkeztek, vagyis vonalas írást alkottak, de 1000 évvel korábbi legalább az a tatárlaki lelet, mint maga a sumér civilizációt fémjelző írásmódszer. És már akik nem Magyarországon, meg nem a Magyar Tudományos Akadémia emlői nevelkednek, azok már úgy tudják, hogy valójában a Duna völgyének a területéről, a Kárpát-medencéről áramlik ki a nyelvek.
Tehát ott van a hármas nyíl, ami fölfele mutat Finnország fele, ugyebár, vagyis pontosabban Dánia fele, mostani Dánia fele. Nézzük meg, a nyíl az arra mutat. Tehát van finnugor kapcsolat, az azt jelenti, hogy kapcsolat van, de nem finnugor eredet, mert akkor a nyíl lefele mutatna a Kárpát-medencébe, hogyha finn eredetűek volnánk. Ez pedig egy másik táblázat, ahol szépen látszik, ugye ez a nagy kijelző előnye, ahol valójában egy ilyen családfaként van ábrázolva, hogy a Duna völgyének, Duna folyó völgyéből árad ki 5000 éve valamiféle nyelv, és magyarként 4000 évvel ezelőtt kezdték el nevezni ezt a nyelvet, és innen árad ki a többi nyelv mindenféle szláv, germán, indiai, anatóliai. Tehát innen a Kárpát-medencéből alakul ki valójában az összes ma beszélt világnyelv. Egyesek szerint, de természetesen ők nem a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos álláspontját képviselik, hiszen tudjuk, hogy ők kiket képviselnek és miért. De ne menjünk bele a drámai politikai részletekbe. Viszokó, nem hagyhatom szó nélkül, amikor az ősi európai civilizációt említem, ez a viszokai objektumot, amit sokan piramisnak nevezünk. Jogosan, mert a formája, alakja, energetikai kialakítása csúcsából tölnek elő a nagy energianyarábok, tök úgy működik, mint egy piramis. De a legnagyobb részét konglomerátum alkotja, ami folyóvízi üledék, össze van cementálódva, és a környékbeli hegyek is ebből a konglomerátumból vannak, tehát ezt nem építették, hanem van a tömege. De most jön a vessző, de látják ott azt az illesztést, hogy bevágták azt az L-alakot a sarokban? Na, azt valami géppel vágták. Ez pedig már a Hold piramisnak az egyik teraszán készített egy fotót, nem én, más valaki, és küldte el, és ott bizony látszik, hogy ez egy mesterséges, mint amikor a köves rakja ki a járólapot, és akkor bevág egy sarkot. Ez azóta sajnos már elporlat. Tehát ez a bizonyíték az, hogy a konglomerátumot tudta a természet, ez pedig a bizonyíték, hogy valami értelmes valaki pedig bevágtod azt a lapot. Tehát mesterséges teraszokat alakítottak ki ezen. Oké? Tehát volt egy hegyünk, amit elkezdtek átalakítani. Vagy vannak a mindenféle alagutak, amik járatok, amik vannak a piramis alján, alatt, és akkor azt mondják, hogy azokat patakok válhatták. Oké, tud ilyet a természet, ez egy olyan járat is. Csak bizony egy járat egy részén pedig találtak egy ilyet, hogy egy patak pedig nem rak össze egy kis falat ilyen lapos kövekből. Tehát itt megint kettő-kettő, ugye? Most az egyik tábor azt mondja, hogy piramis, a másik tábor azt mondja, hogy hegy. Né nem ülnek le egy-egy kávéra, kávézni jó, ugye? Szeretünk kávézni többnyire, és megbeszéljük, mindkettőjüknek igaza van. Ugyanis ez egy átalakított hegy, a hegykultusz és a piramis építő civilizációk között pont félúton, és a legnagyobb iskola példája annak, amikor az emberek elkezdték másolni a természetet, majd később piramisokat építettek. De ez még egy átalakított hegy. Láthatjuk, a természet tud ilyet, de bizonyíték van a járólapok, meg az alagutakban a rakott falak miatt. Tehát ezbe valaki bizony-bizony belenyúlt. Tehát mindkét tábornak igaza van, nem tudnak leülni egy kávé mellett ezt megbeszélni, hanem inkább tépik egymás haját, meg hülyézik egymást. Baromság. Mindkettőjüknek igazuk van részben. Na nézzük a klíma. Valójában, amikor a jégkorszak volt és időszámításunk előtt olyan 12-11 ezer évvel ezelőtt ez elkezdett melegedni és megint emelkedni a tengerszint, a északi, illetve a déli jégsapkák hízásának az volt az ára, hogy a tengerszint, világtengerek szintje 110-115 métert süllyedt. Tehát itt látszódik a barna jelölésekkel azok a területek, szárazföldek voltak, szárazföldi hidak kötötték össze Ausztráliát, Ázsiával, stb. Látjuk a különbséget, ugye? Tehát azok az épületek, amik akkor a jégkorszak során tengerpartra, alacsonyabb területre építették, valószínű, hogy most lehet, hogy 110 méter vagy 50 méter víz alatt vannak, ugye? Ismerünk ilyet, Yonaguni, Japánnál. 20 méter mélyen van. Most gondolkoztak az, hogy a víz alatt építkeztek, baromság. Sokan azt mondják, hogy Yonaguni piramis. Nem piramis, a piramist építik, ez egy monolit, ez egy hatalmas szikra, amiből lefaragták a fölösleget. Tehát a piramist építik, tehát monolit. Van még egy másik adóász, ami miatt akár egészségedre, akkor én is, akár egy nap és egy éjszaka is a víz alá kerülhet. Japánnál van egy tektonikus zóna, ott egy hatalmas terület a tenger alá nyomul,
és bizony heves földrengések során víz alá kerülhet, vagy lesüllyedhet egy-egy terület, akár több métert egy nap alatt. Tehát vagy a tektonikus süllyedés, vagy pedig és a vízszint emelkedés tette víz alá ezt a területet, helyezte víz alá. És van itt még egy másik rész, amikor említettem, hogy szárazföldi híd kötötte össze. A mostani Jáva szigetén van egy hatalmasabb együttes, amit bazaltból építettek össze. Időszámításunk előtt körülbelül 22 ezer évvel ezelőtt a Gunung Padang a fényhegye piramis. És akkor ezt még nem tudjuk, hogy milyen civilizáció építette akkoriban, de az már izgalmas téma, hogy van benne három kamra. Tehát időszámításunk előtt 22 ezer évvel épült, jóval idősebbek, mint az egyiptomi piramisok, és már sejthető, hogy van benne meglepetés csomag. Na most sokan dolgoznak azért, hogy jövő nyáron ennek a piramis komplexumnak a vezető régésze, irányítója itt Magyarországon előadást tartson. Tehát tervez egy-két ember, vannak ilyen tervez gondolatai egy többnapos régészeti nemzetközi konferenciát, és akkor az egyik előadó pedig ez az ember lenne. Elnézést, így fogom, és akkor nem gerjed, jó? Nézzük a következő lehetséget, vagy lehetőséget, ahol magasabb civilizációk élhettek a jégkorszak ideje alatt, ez pedig a mostani Szahara sivatag homokja alatt van elrejtve. Ennek pedig az az oka, hogy homok alá van elrejtve, vagy elsivatagosodott, és jó pár ezer évvel ezelőtt ez egy virágzó oázis volt, ugyanis műholdakkal, mindenféle szkenneléssel a homok alá néztek, és nagyon komoly folyamrendszereket találtak szerte a Szahara alatt. És itt vannak a régi folyamrendszerek, amiből a Nílusból a maradék maradt meg, illetve a Kongó, illetve a Nigernek a maradék folyói. A nagy nyugati területre folyó, hatalmas folyók azok teljesen eltűntek azóta. És van itt még egy ilyen agyament találat, hogy mennyire népszerű ez az Atlantis elmélet. Van az úgynevezett Szahara szeme nevű objektum, ami nem más, mint egy meteoritkráter, ilyen koncentrikus gyűrűkből kialakult meteoritkráter, egy régi becsapódás, és ez ennek a szuper folyónak a partján vagy az oldalán volt, és amikor megtelt vízzel, akkor mondhatták volna rá azt, hogy itt volt Atlantis. De ez csak egy agyament érdekességként tettem ide, hogy mennyire fantáziadúsak az emberek. De Röhely, lehet, hogy neki van igaza. Én meg itt kinevettetem szegény úttörőt. Na szóval, amikor a Szahara nagyon-nagyon csapadékos, tehát volt egy nagyon jó periódus a Szaharának, amikor tényleg egy virágzó oázis volt. Itt van a két időtartam, tehát olyan 6 és 5 ezer évvel ezelőtt befejeződött ez a csapadékos időszak, és akkor elkezdett kiszáradni a Szahara, és akkor már csak és kizárólag a Nílus volt az a életadó folyó, ahova úgy mondom, hogy a klíma menekültek, elmenekülhettek, és segítségükkel felvirágoztatták az egyiptomi civilizációt. Nézzük, hogy mit is adtak az egyiptomi civilizációnak, és ennek mi az eredmény, amiről Zavi Havas is tud, csak okos módon titkolja előlünk. Tassilin Algériában volt egy három kultúr stílust felvonultató barlangrajz stílus, vagy ilyen sziklarajz stílus. Körülbelül 8000 évvel ezelőtt kezdődött ott a rajzművészet, és az utolsó szakaszban, tehát közvetlenül, amikor elkezdett száradni a terület, egy fantasztikus, akkor rajzolták ezeket a nagyfejű pálcika embereket, és ez a nagyfejű pálcika ember rajz megjelenik egy graffitin, majd mindjárt mutatom, hogy hol, ugyanis ezt a stílust hozták magukkal. Emögött, amikor emlékszünk, hogy élő kamerák előtt állítólag megfúrták a nagy piramisnak ezt a lélek kapuját, és hogy megmutatják, hogy mi van mögötte, átfúrtak még egy ajtó volt, és egy kis lánckerekes robotot küldtek oda a fúrógéppel, és azt mondták, hogy élőben közvetítik, hogy mi van mögötte. Élő közvetítés megszakadt, mert az előbb látható rajz ábrája bontakozott ki, és az Avi Havasnak piszok kínos volt. Természetesen nem élő volt a közvetítés, ez egy nagy kamuzás volt. Valójában tudták, hogyha kellemetlen dolog lesz mögött, azt nem kell a világnak tudni, de szerettem azt, hogy azért dolgoznak azok az erők is, akik segítenek nekünk megtudni, hogy mit látott ez a kamera. Szóval úgy néz ki, hogy a piramist egykori, nem tudom milyen technikával építette, ezt se fogom megoldani, meg ez az előadás se fogja megoldani, hogy hogy építették a piramist, de még mielőtt lezárták ezeket a kamrákat, ezek a tasszili klíma menekültek, lehet, hogy ebédszünetben tréfaként belegrafitiztak ennek az alagútnak az oldalá falába azokat a rajzokat.
Van még itt egy másik, és tényleg nem beszéltem össze a Lacival, de nagyon jó valahogy a szinkronicitás dolgozik, az úgynevezett sphinx oldala, illetve a háta. Olyan eróziós nyomok vannak, hogy bizony-bizony a sphinx hátoldalán 12-14-nek 15 ezer évvel ezelőtt voltak olyan esőzések, hogy így lekoptatják ezt a sziklát. Nem mondom, hogy akkor már volt szfinx, mert ez is lehet a magyarázat, hogy ez egy hatalmas alaktalan szikla volt, amit koptatott az eső, majd a fejét átfaragták először oroszlán formára, aztán utána, vagy sakár formába, Anubis formába, és utána egy fáraó arcát faragták bele. Szóval ez, hogy ennyire kopott a szfinx oldala, nem bizonyítja azt, hogy az egész faragvány ilyen idős. Lehet, hogy ezt több tízezer éve mossa az eső, és nem nyúltak hozzá. Van egy másik, ahol, hogy hol lehetett az édenkert, ezen most ne veszünk össze. Van egy író, aki szerint Szaúd-Arábiában. Emlékszünk még az afrikai térképre, hogy ott csak néhány helyen voltak nagyon jól vízzel ellátott folyóvölgyek, folyórendszerek, zöldelő oázisok. Szaúd-Arábiában pedig szinte teljesen beborította. Tehát klimatológusok, meg ezek a radarképek is megerősítik azt, hogy a legfantasztikusabb klíma a jégkorszak idő alatt a szaúd-arábiai félszigeten volt. És amikor itt a klíma elkezdett száradni, akkor egyrészt menekülhettek a Nílusvölgybe, másrészt pedig mentek Mezopotámiába, Tigris és az Eufrátesz völgyébe segíteni az ottani civilizáció beindítását. Rengeteg kőkorszaki leletet is találtak, illetve a leletek alapján lehetett rekonstruálni, hogy merre vándorolt az ősi ember a szaúdi félszigeten, de Paul Thomas továbbment a megtalált édenkert magyarul is elérhető könyvében, ahol bizonyítja, hogy bizony belül a szaúd-arábiai kősivatagban vannak olyan területek, ahol nem mehet be hitetlen, még a királyi család se teheti be a lábát, ugyanis olyan régészeti emlékek vannak, hogy bizonyos síremlékekben bazaltláva van befolyva. Nagyon-nagyon öreg, a mostani emberi civilizáció előtti emlékek vannak ott, és magyarul is elérhető ez a könyv, bátran ajánlom az érdeklődőknek. A másik terület bizony-bizony Brazília, ahol látjuk itt a jégtakaró, nem nagyon érintette ezt a területet, és az egykori pollen meg üledékvizsgálatok alapján megállapították, hogy a dzsungel ugyan kisebb területű volt, mint mostanában, de a füves cseppék, illetve a szavannák lehetővé tették, hogy végül is háborítatlanul kialakuljon ott az ember és terjeszkedjen. A barlangrajzokból pedig meg újabb leletegyüttesekből tudjuk, hogy Brazília már minimum 30 ezer éve lakott, és azóta viszonylag egy stabil klimatikus viszony alakult ki, és igazából a konkvisztádorok, tehát az idióta, tömegpusztító európai ember megjelenéséig nem volt semmi olyan komoly behatás, ami el is pusztította volna ezt a civilizációt. Ez egy perui barlangrajz, mindenkinek a fantáziára bízom, hogy a realisztikus ábrázolók vajon mit akartak oda kenni. Bizony-bizony egy kisebb termetű brontosaurus, ami Peruban, Padre de Dios tartományban mai napig is él, és ott ilyen 3-4 méter hosszú egy kis törpe dinoszauruszok, de mai napig is élnek Peruban. Akinek nem tetszik, az ne higgy el, de én személyesen még nem látom, de meggyőző bizonyítékokat, meg beszámolókat olvasgattam már róla. Paraíba, Brazíliában ismerős ez a kő, mostanában megint megjelentették az interneten, hogy bizonyos csillagtérképeket is azonosítottak rajta, de ne is ebbe menjünk bele, hanem van egy írás, amit már 1872-ben ez az izraeli ember megfejtett, és bizony-bizony föníciai írás volt olvasható Brazíliában, de egy hajótörésnek a bizonyítékaként írták le ezt a szöveget, hogy Kánaán gyermekei vagyunk Szidonból, a kereskedők keleti birodalmából. Tehát föníciaiak bizonyítan megjelentek Brazíliában, kereskedtek velük, legújabb észak-amerikai leletek alapján pedig a Mississippi völgyében és Mississippi folyón is elég komoly területeket felfedeztek, és ott is hagytak bizonyos írásbeli nyomokat. Csak van egy olyan dolog, hogy a föníciaiak hirtelen megjelentek ezzel az írással, és a Mediterrániumban elterjesztették az ABC-jüket, csak van itt egy bibi, nem volt ennek előzménye. És a föníciai ABC nem csak itt jelenik meg Brazíliában, hanem egy sokkal öregebb és egy kopottabb leleten kicsit délebre, meg még belül is találtak,
Csak az a probléma, ez gránitra van írva, és olyan-olyan örök, hogy már alig olvasható. Na most a gránit az egy nagyon kemény kő, és hogyha annyira elkopik egy ilyen belevésett írás, hogy az már alig olvasható, az már nem azt jelenti, hogy azok 4-500 éves írások, hanem bizony több ezer éves írások lehetnek. Na most mi van akkor, ez az én feltételezésem, és hivatalos fórumon ez még nem hangzott el, hogyha van itt esetleg hangos, vagy híres régész, vagy történész, akkor fogja vissza a röhögését. Van egy következő elméletem, mivel itt vannak olyan írásrendszerek, amik sokkal öregebb, mint hogy föníciaiak írták volna le. Mi van akkor, hogyha Dél-Amerikában, Brazíliában kialakult egy komoly civilizáció, aminek volt írásbelisége, és az ő ABC-jüket kereskedve a föníciaiak velük behozták a Földközi-tenger térségébe, és elterjesztették az írást. Tehát ez a civilizáció már eltűnt, vannak bizonyítékai, mindjárt mutatni is fogom. Hanyatlott, építészeti eredményei nincsenek, de megmaradt néhány sziklafalon olyan öreg föníciaiaknak tekintett írás, amit lehet, hogy ők az eredeti dél-amerikai őserdő indiányai véstek a sziklára, és mindegy staféta botként ez a hanyatló civilizáció a föníciai kereskedőknek átadta ezt az ABC-t, és kialakult a mi mai ABC-nk. De ez csak egy, hogy mondjam, munkahipotézis, éltjük ezt a szót, ugye? Ugyanis braziliai belső területeken, nem csak a tengerparton megtalálták ezt a Terra Preta nevű talajt, ami szemben azokkal a megoldásokkal, hogy felégetünk egy tenger, vagyis felégetünk egy dzsungelparcellát, bevetjük és 2-3 év múlva leterem, mert kiég a talaj és megyünk tovább újabb területeket égetni. Ezek átalakított, tudatosan trágyázott talajok. Rengeteg faszenet tartalmaz, 15-20%-ot égetett agyagcserepeket. A faszénnek és az agyagcserépnek az a szerepe, hogy a porózus szerkezetek miatt beszívjuk magába a tápanyagokat, és a heves trópus esőzések ezeket nem ossák ki. Négyszeres, ötszörös termésátlagok vannak a klasszikus megoldásokkal szemben, és ezek több ezer évig tartják a szerkezetüket. Ugyanis az időszámításunk előtt ilyen 1500-tól, időszámításunk szerint 900-ig kezelték ezeket a talajokat, folyamatosan trágyázták emberüldékkel, illetve halászati maradványokkal. Azért fontos, hogy rengeteg halcsontot, halpikkelyt, meg belsőséget dobáltak ide, ugyanis a foszfor, illetve a nitrogén tartalma annak nagyon-nagyon erős volt, és az volt a fő trágyájuk. Ezt a technikát most próbálják újra meghonosítani a kertészeti kultúrákban, nagyon komoly nemzetközi szakirodalma van, és vannak Dél-Amerikában is olyan területek, ahol megpróbálják újra a köztudatba az embereknek benevelni, hogy, vagyis megtanítani, hogy hogy kell a dzsungelben ezeket a Terra Preta talajokat újra művelés alá vonni. Óvatos számításuk szerint a dzsungel talajainak körülbelül 0,3-0,5%-át alakították így át az egykor indiánok, és így már Orellana, a konkvisztádornak a beszámolói hitelesebbek lehetnek, ugyanis ők azt mondta, amikor lehajózott az Amazonason, hogy több tízezres városokat talált. És a mostani tudásunk szerint a dzsungel képtelen eltartani néhány száz főnél nagyobb közösségeket, ugyanis a dzsungelnek a talajának a termőképessége ezt nem teszi lehetővé. És itt van a megoldás, igenis lehettek tízezres meg százezres városok, ugyanis ezzel a talaj technikával, talajművelési móddal bizony nagyobb termési átlagot lehet elérni. Szóval mi van, hogyha ez a ökológiailag nagyon jól gondolkodó, önfenntartó, gazdálkodó civilizáció mindig ott alakul ki az írás, ahol van termény, hatalmas a népesség, illetve ezt a termény felesleget, meg a termel dolgokat valamilyen úton, módon nyilván kell tartani. Úgy tanultuk, ugyebár Mezopotámiában is, meg Egyiptomban is azért alakult ki az írás, meg a rögzítés, számok, elnevezések, stb., mert megvolt ez a mezőgazdasági termelés, produktum hozzá. Itt is megvolt. Milyen alakulhatott volna ki az írás, amit átadtak később a föníciaiaknak? De mondom, ez csak munkahipotézis. De hogyha valaki emlékszik erre mondjuk 20 év múlva, amikor valaki más is publikálja, akkor jusson eszébe, hogy ez itt hangzott el először. Kis egónövelés. Szóval halkan jegyzem meg, az a kis piros pont, Peti, az ott Ekvádorban is van egy ilyen, meg kéne látogatni. Csak lehet egy kis... Igen, az ott az ekvádori telephely. Most olvastam utána, hogy hol van. Ki tudja, lehet, hogy ez lesz a következő úti cél. Na, visszatérünk Dél-Amerikából Észak-Amerikába.
Már Várkonyi Nándor is a Szíriet oszlopaiba írta, hogy végül is a nagy tavak felső tó vidékén hiányzik 450-500 ezer tonna rézérc, amit nem tudni, hogy kitermelt ki. Valójában itt már magas szintű bronzkori kultúrák éltek, és bizonyíthatóan ott van az a kis elefánt halom, bizonyítottan 11 ezer évnél idősebb civilizáció élt, ugyanis akkor éltek ezek az elefántszerű masztodonok a területen. Amint visszavonult a jég, és kialakultak az északi nagy tavak, amit a gleccserárak mélyítettek ki, és az olvadékvíz feltöltötte, akkor a klímaváltozásnak köszönhetően ezek a masztodonok eltűntek, illetve ki is vadászta őket, meg levadászta őket az ősember, vagyis már a modern ember. És a felső tó egy félszigetén, ott van a szép rózsaszín színnel kiemelve az a terület, ami szinte tiszta réz, termésréz. És úgy kell elképzelni ezt a rezet, hogy nem úgy, mint recske, hogy megöröljük és kivonjuk a kőből néhány grammot tonnánként, hanem bizony-bizony ilyen töményen. Több száz tonnás tömbök voltak itt, meg mai napig is hevernek ezen a területen. És ezt a rezet bizony közel 500 000 tonnát valaki már kibányázta a mostani indián kultúrák előtt. Az, hogy ki arra homályos utalások vannak, az ottani indiánok azt mondták, hogy sebeket ejtsenek a földön a testén, és kiválják fénylő csontjait. Ezzel a kifejezéssel illették azokat a fehérbőrű, szakállas, vöröses szakállú embereket, akik hajókon jöttek a területre, és kibányáztak a rezet. Időszámításunk előtt 3500 és 1000 év között volt a bányászat legnagyobb volumene. Érdekes, hogy sajnálatos módon magyar nyelvű szakirodalma ennek nincs, de majd dolgozunk rajta, lehet, hogy érdemes lesz ezt a könyvet is lefordítani. Megjegyezném, hogy ez már Atlantis története után történik, ez a nagy arányú részkibányászat, és ezért, amikor a híres orikálkumot, az atlantiszi fémet emlegetjük, ami egy rézötvözet, ott van az összetétele, akkor ennek a bányászata valójában egyezik a nagy tavakbeli kibányászással, de még nem lehetett az atlantiszi fém, hiszen azt egy kicsit korábban kellett, hogy kibányásszák. Ez a fém ötvözet, ez egyfajta bronz, egy aranyként csillogó bronz, onnan lehet ismert a spiri körökben, hogy Platón is leírja, hogy az atlantiszi fő templomnak a falait ezzel burkolták meg az oszlopokat, és aranyszínben pompázott, úszott az egész fő templom. Szicília partjainál találtak néhány tuskót, és azt mondták sokan, hogy milyen jó, mert csak Platón óta most ismerjük először ezt a fémet, valójában hogy a régészet előtt teljesen ismeretlen volt. Sok magyar spiri oldal is átvette azt a hírt, és végre megtalálták az atlantiszi fémet, mert ami tényleg ismeretlen volt az emberek előtt, pedig ez nem igaz. A rómailag Homérosz már ír róla, de valójában a Néró császár idejében már pénzeket vertek belőle. Tehát ez ismert volt a római birodalomban is, ez a fém. Meg Hadrianus császár is kisebb váltó pénzeket vert belőle. Szóval maga az ötvözet nem volt ismeretlen a rómaiak előtt. Tehát az nem igaz, hogy régészeti forrásokból nem került elő. Az, hogy ezt a iszonyatos mennyiségű 500 000 tonna töményrezet hova hajózták el, valójában nem sikerült még azonosítani. Valójában az, hogy mennyi rézvéső kellett, nyugodtan nevesenek fel hangosan az egyiptomi piramisok köveinek a kibányászásához, ott sínai félszigetről bányázták a rezet, és azt mondták, az akkori kitermető rézmennyiségnek legalább a 200-szorosa lett volna szükség az, hogy a folytonosan elkopó rézvésőket mindig pótolják. Szóval megvan ugyanaz útvonal, hogy honnan lehet ezt a rezet bányászni Észak-Amerikából, és a hajóflotta, aki pedig képes volt rá, csak és kizárólag a krétai flotta lehetett olyan felkészült technikailag, hogy képes lett volna ilyen óceánon átívelő utazásokra. Ezt az atlantiszi témát nagyon jó ismerteti ez a könyv, Frank Joseph könyve, ugyanis volt egy cambridge-i háromnapos konferencia, a geológusok, klimatológusok azokat a
katasztrófákat elemezték, amely az akkori bronzkori népeket sújthatta. És itt emlékezzünk meg arról, hogy itt már említettek néhányan az, hogy előttünk 4 vagy 5 emberiség volt. Mi van akkor, hogy ezeket a kisebb katasztrófákat a túlélők újrakezdve önmagukat új emberiségként apostrofálták, és így ivódott be a köztudatba az előttünk lévő régebben élő emberiségeknek a fogalma. Nézzük meg ezeket a dátumokat, érdekes, hogy az első nagy, vagyis nem a globális katasztrófa, mert emlékezzünk arról, hogy a nagy globális felmelegedés a jégkorszak után, amikor elöntötte a vízparti területeket, olyan 9600-9500 környékén volt időszámításunk előtt, tehát ez ebben még nincs benne, ezek a bronzkori civilizációkat érő katasztrófák, és ebből látszik, hogy a 3113-ban például a maja naptár kezdőnapjaként ismert az a terület, vagy az az időpont után a 2193-ban évvel pontosan az akkád ékírásos táblák megemlékeznek az égből aláhúzó lángoló agyagcserepekről, ami nem más, mint meteorit eső. 1628. júniusában történt a térai, mostani Santorini-sziget vulkának a felrobbanása, ami fantasztikus özönvízzel elpusztította az előbb említett krétai hajóhadat. És utána 1198-ban ezek a kisbolygó szakértők szerint mind-mind visszatérő meteorrajoknak a pusztításai voltak a fő ludasak ezekben. Tehát ezekben a egymástól látszólag távol eső kultúra és kultúrákban mindig vannak olyan összekötő elemek, jelképek, vagy itt ezen az ábrán kiemelve a csillagállások, amik valamilyen úton, módon, valamilyen okból nem véletlenül megörökítettek a tábláikon. Igenis, tudtak egymásról, tudtak a földön kívüli segítőkről, teremtőkről. Emlékszünk a, melyik film volt az Alien filmek elődje? Prometheus, amikor barlangban találják ezeket az ábrákat, és így, köszönöm, idő van. Tehát van benne valami, hogy itt valamilyen kapcsolat volt a földön kívülek, illetve a régi civilizációk között. Jó magam, amikor dél-amerikai kutatásokat folytatom, és aki figyelte a régi előadás, amit az már bizonyított, hogy a perui kulturális végül is katalizátor, az egy sumér vagy akkád bevándorlás volt, és úgy néz ki, hogy első Szárgon uralkodó volt a vallásalapító Viracocha isten, aki a dél-amerikai kultúrákat az ón, illetve a részbányászatnak köszönhetően segítette, és ők alapították Titicaca tó partján a Tiwanaku városát. És most jön a végszó, és ezért kértem, hogy legyen 15 percünk erre. Beszéltem építőkről és rombolókról. Na most látszódik, hogy a világunk a rossz irányba ugyebár kibillenőben van. Ezt szeretné ez a kis ábra bemutatni. És valójában, amikor olvassuk azt a hihetetlen számadatot, hogy valójában a Föld lakosságának a 99%-át marionettbábuként a maradék 1% ugráltatja, hogy az hogyan lehetséges. Úgyhogy vannak mondjuk valamelyik úton, módon a rombolók, mondjuk 1%, és az építők, akik Lacihoz vagy hozzám hasonlóan valamilyen úton, módon segítenek, vagy aktívan, vagy akár munkával, vagy akár passzívan, vagy akármilyen úton, módon ellensúlyozni ezt a romboló tevékenységet. Tehát ez még mindig több, mint az 1%. Tehát mi van akkor, hogyha valójában a tengely döntené el? Tehát az emberiség legnagyobb része sem ide, sem oda nem tartozik, ugyebár. 1 meg 4% az még 5, akkor mi van a 95%-kal? Tehát ez a nagy tömeg, a nagy massza, aki úgynevezett ülés csak néz ki a fejből, és megpróbál csak sodródni az árral. Ugyanis ott van a Blavatsky könyvben vett igazság, amit még kijelentő módban hangzott el úgy, hogy nincs magasztosabb vallás az igazságnál. De a mai világunkban úgy látszik, hogy van magasztosabb vallás az igazságnál. Ez pedig a megalkuvó félelem, a biztonságérzés és a pozícióféltés. És szent meggyőződésem, hogy az ember alapvetően jó. Nem? Tehát alapvetően gonosz ember, az olyan, van a ilyen pszichotrillerekben, meg a politikusok, meg ugyebár, de ez úgy a kisebbség. Tehát ez az emberiség 1%-a hoz olyan törvényeket, ami tudjuk, hogy valahol
nem érthető a legnagyobb része, de megfelelési kényszerből megpróbálunk neki sokan megfelelni, hiszen nem akarunk kilógni a sorból. Szóval, hogyha már törvényt hoznak, így kell viselkedni, de az a baj, hogy a narratíva is az ő malmukra hajtja a vizet, mert tudjuk, hogy volt ez a 2-3 éve ez a, nem mondom, ez az oltakozás, és akkor most, hogy az emberek közül hirtelen szívhalálban ilyen sportesemények meg futballisták között játék közben összeesik az ember és meghal, ez körülbelül a 4-5 évvel ezelőttieknek a 250-szerese. Tehát statisztikailag, ugye ezzel nem nehéz vitatkozni. Tehát körülbelül 250-szer annyian halnak meg hirtelen szívhalálban, mint eddig. És ezt hogy kezdik el kommunikálni, mint új normalitás? Tehát vegyük már részre, tehát senki nem mondja, hogy itt van valami probléma, el kéne kezdeni gondolkodni, új normalitás, ugyebár. Csak az a probléma, hogyha a tévében ezt kezdik el mondani, a mi agyunkba is, a szöveteinkbe, az agyszöveteinkbe ez bele szívódik, és mi is elkezdjük ezeket a szavakat átvenni. Ez a fő tanulság. Senki nem fogja a mi problémáinkat megoldani. És ez az első számú kozmikus törvény. Ha csináltak minket, ha nem, ha belebukunk ebbe a játékba, belebukunk. Azt mondják, egy kísérlet kipipálva, nem jött össze. Van még 7 másik bolygó, ahol ez a kísérlet folyik. Hasonlóan kinéző homo sapiensekkel, mint mi. Ezt honnan tudom? Ez van a tájoszi fémlemezekre írva. Nekem már megmondták. Az a probléma, hogy azért nem tudnak erről önök vagy ti, vagy azért nem tud róla a nemzetközi közvélemény, de még nem adták meg az engedélyt, hogy felhozzuk ezeket a bizonyítékokat. De aki nem volt, és beszélt az őrzőkkel, az átadta nekem egy interjúban, Rafael Calderón személyesen, hogy mi van a fémkönyvtár lemeze írva. Semmi új. Ugyanis az, hogy még 7 föld van, azt a zsidók szentiratai Zohár is leírja. A főrabbik ezt tudják. Mi miért nem tudjuk? Az, hogy az Ádám előtt volt emberiség, leírja a Zohár is, meg a tájuszi fémlemezek is. Ugyanis az Ádám előtti emberiségről ír a Zohár is. A Bibliából kihagyják. Egy kiskaput hagytak, mondtam, és szeretem ezt idézni. Káin és Ábel sztori ismerős, ugye? Tehát van apa, anya, Ádám, Éva, Káin, Ábel. Meg van még egy harmadik gyerekük is, de azt hagyjuk, az nem tört, nincs a sztoriba. Egyik testvér megöli a másikat, tehát maradtak 3-an. Majd az a testvér északra menekül, és ott családot alapít az ott élőkkel. Ez így le van írva a Biblia. Kivel? Amikor 3-an élnek a Földön. Tehát maradt egy kis kicskap. Olvassuk végig. Tehát a konfliktus után északra megy, és ott nemzedéket alkot az ott élőkkel. Miről beszélünk? Ja, behagyták ezt a izét, ami abból a részből, hogy az Ádám előtti emberiség igenis betelepítette a Földet, és voltak itt előttünk. Amúgy ez az Ádám előtti emberiségnek egyik központja éppen Dél-Amerikában volt, ugyanis a dél-amerikai óriásokat nem pusztított el az özönvíz. Tehát a Biblia, ami héber, inkább mezopotámia eredetű, jó, de azt mondjuk, hogy a héber írásokra támaszkodik, de valójában Gilgamesz-eposzra, úgy írja, hogy a nagy özönvíz elpusztítja az óriásokat. A dél-amerikai eredet mítosz, amit Gamboa tolmácsolásában magyarul is volt szerencsém olvasni, hogy a teremtő először megteremti az óriások faját, és mert kíváncsi volt arra, hogy ha ilyennek teremti az embereket, az jó lesz-e, de nem jött rá, de rájött arra, hogy nem lett jó, és ezért az embereket megteremtette kisebb méretűnek. Nem pusztítja el az óriásokat. Ezeket elpusztítják a benszülöttek hatalmas harcok árán, illetve néhányan, mint aki látta esetleg a Tyus filmet, amikor a 40 centis lábnyomot, bizony a barlang környékén még mászkálnak. Tök jó érzés elmesélni lányomnak is, hogy én egy olyan expedíciónak voltam a tagja, igaz, hogy végigaludtam a konfliktust, akit végül is egy ilyen óriás zavart ki a Tyus barlangból, hogy menjünk idő előtt el. De ezt persze bizonyítani nem tudom, így marad mendemonda. De lényeg az, hogy az ekvádori kormány valójában egy bírórezervátumot szeretne csinálni a környéken, pont ezek óriások védelme miatt. Tehát az önmagán kívül az ember senki nem válthatja meg valójában, és most jöttem rá, hogy ez a kötődésem ehhez a könyvhöz. Azon kívül, hogy Szabó Feri barátom nagyon jó barátom, illetve ő szervezte a körmendi egykori Moritz konferenciát, valójában a Földön kívüli teremtők című könyvét olvasva tudtam meg, és szembesültem azzal, hogy ebben a könyvben le van írva
mindaz a szomorú és gyalázatos dolog, ami miatt még éretlenek vagyunk a Taoiseach barlang üzenetének a megértésére. Köszönöm szépen a figyelmüket, a figyelmeteket, és akkor jöhetnek a kérdések.